A 4,3 milliárd forintos rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi régióban című projekt is hamarosan lezárul. Annak keretében fejlesztések valósultak meg a Nagykállói és a Nyíregyházi kórházban is. Utóbbinál például idén augusztusban adták át az új rehabilitációs épületet és a felújított régi tömböt központi rehabilitációs egység néven, mondták a kórház központi fejlesztésekről szóló tájékoztatóján. Lassan a végéhez közeledtünk a teljes projekt bezárásnak. Jelenleg ott tartunk, hogy a műszerek beszerzése zajlik folyamatosan. Közben jönnek a bútorok, az informatikai eszközök, és talán úgy néz ki, hogy november végére most már olyan állapot lesz, hogy a betegforgalom is megindulhat. Az elmúlt 6 évben mintegy 28 milliárd forint értékben több mint 30 projektet valósított meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház. A Tömpró kórház projekt adja ennek a portfólió értéknek gyakorlatilag a felét, ez egy 15 milliárdos nagy projekt, együtt a sürgősségi fejlesztéssel, nagy projektet alkot április 8-a óta. Ugye a múlt héten megszereztük a használatba vételi engedélyét a három épületnek, tulajdonképpen a végsőt. Ez azt jelenti, hogy lezártuk az építési beruházást hiánytalanul, hibátlanul. Jelenleg azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a lezárása folyik, amivel az informatikai eszközöket, bútorokat és hiányzó gépműszereket fogjuk tudni leszállítatni. Ehhez egy engedélyre van szükségünk, reményeink szerint napokon belül ezt megkapjuk, és onnan kezdve elindul a szerződéskötési folyamat, illetőleg a szállítás. December 20-áig minden eszköznekét kell lenni. A tájékoztatón kiemelték, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház valamennyi folyamatban lévő projektjét lezárják a következő hetekben. A főigazgató bejelentette, szintén egy pályázaton belül hamarosan új MR-készülék érkezik a József András oktatókórházba. A jelenlegi műszer már 12 éves és az elmúlt években többször meghibásodott. 6-án, november 6-án elkezdődik ennek a cseréje, a régi készüléknek a cseréje. Ez egy nagyobb tudású készülék már, mint az előző volt. Egy, úgy fogalmazott a szakma, hogy ez egy nagyon komoly közforgalmú kórháznak a működésé, ez nagyon megfelelő lesz tulajdonképpen. Nagy rutint lehet vele végrehajtani, hisz itt mi nagyon nagy forgalmú intézmény vagyunk. Naponta akár 30 MR vizsgálatot is végeznek Nyíregyházán, ám az átszerelések miatt a következő hetekben szünetel majd az MR diagnosztikai feladatellátás. A tájékoztatón kiemelték, a CT üzemel majd, akinek viszont MR vizsgálatra lesz szüksége, azt a debreceni klinikán fogadják majd. Az utazási költségeket ilyen esetben az OEP visszatéríti.